Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 24-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, ezt mutatja ez a király. Ilyen a tartása. Ez a király uralkodik a víz eleme felett, és az jelenti az érzéseket. Az előfordulhat, hogy ő most nyitott lesz, és kimutatja az érzelmeit, de az is lehet, hogy ő megpróbál uralkodni az érzelmei felett, és csak azt mutatja ki, amit ő gondol, hogy ez előnyös, viszont az, ami tényleg nála látható itt, azt nem mutatja ki. Ez lehet egy belső harc, de én úgy gondolom, hogy itt vannak támadások is. Nem csak a kép utal erre, hanem az ötös szám, mert ez befolyás kívülről. Tehát valaki támad rá, és vannak viták, veszekedések. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Itt ti vagytok a királynő, aki a levegő eleme felett uralkodik, és az szimbolizálja a könnyűséget és a kommunikációt. Ha ez sikerül köztetek ezekről a dolgokról beszélni, akkor ő nyitott lesz arra, hogy elmondja nektek, hogy milyen viták és veszekedések vannak körülötte. A napi kártya Sinnlichkeit finom érzésekre utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!